hogy beírtam, látta, hogy megismertek. Igen, és ezt nem lehet megszokni. Nem, tényleg nem. Ezt az ember, hogyha 50-szer ismeri meg, akkor 50-szer ér. De most az előbb, hát nem az előbb, azért majd egy-két órával ezelőtt itt a kocsmánál is. Annyira jó pofa volt, mert abból gondolom, hogy a tag megismert van, furcsán jött felé. És azt mondja, Szabon Gyula. Hát mondom neki, szia. Azt mondta, gyere, meghívlak egy nagy fröccsre. Olyan köszönöm szépen, nem kérek. Szóval jó van, akkor most mondd ugyanezt te nekem. Hát meghívtam egy nagy fröccsre. De hát én nem iszom. Hát nem azt mondom, soha nem is ittam. Én is ittam, csak leszoktam róla. Már tegnap este. És azóta hiányzik. Azóta te a zongoránál! Kovács Eri! Zongoránál! Jaj, persze, úgy beszéltük meg Ágival, hogy bemutatkozom, bemutatom Eriket, és utána akkor ő belép. Kedi csókolom, Bodrogi Gyula vagyok. Csókolom a zongoránál Kovács Erik! Ezt hiszem, hogy hol van. De együtt jöttünk, az ott egy kicsit át valahova elmegy, de egy jó órával ezelőtt. Miért fölhívom telefonát, hogy csinál legtér. Kihangosítom. Halló! Halló, mi van, hol vagy? Gyula, te vagy az? Hát úgy, hogy én vagy, hát persze, hogy én vagy. Hol vagy, mit csinál? Mi az, hogy hol vagyok? Hát itt vagyok Csabán. Csabán? Csabán, hát a színházban benn vagyok már. Most mindjárt, most vagyok a műsor a Tulámban, nem baj? Mi? Gyula, a műsor Gyulán van, nem Csaba. Hát miért hát vettél? Téged hívnak Gyulának, én meg Csabán vagyok. Engem hívnak Gyulának, te meg Csabán vagy. Na várjál! Hát akkor majd csinálunk, addig vagy. Azt mondják, hogy most ebben a pillanatban hol vagy? Csinálunk egy ilyen kis személyes beszélgetést Ágival a közös munkánkról, a színházi életről, a
színházról, a színházban különböző kis eseményekről. Tehát ez lesz a... Ez lesz igen. A baj. Jó? Igen, és hogy kezdtük a pályát? Hogy kezdtük a pályát? Hát, jó, akkor kezdjük mindjárt, úgyhogy mi hol kezdjük? Hát várjál, hol kezdjük? Én úgy gondolom, hogy ott kezdjük, hogy te szerződtél a József Attila Színházhoz. Igen. Tehát szerződtél... Jaj, várj! Na. Igen. Szerződtem a József Attila Színházban. Ezeket, várj, hát jóval előbb kezdődött. Ha hajjá, persze, hát főiskola, vizsgálőadás, koldusopera. Képzeljék el, hogy én meg a Fekete Opera című zenés csodálatos... Szeretném elmondani, hogy akkora sikerem volt, hogy azt mondjuk el is tudom. Nem haragszol, úgyhogy ez így nem haragszol, hogy közben vágok, elnézést kérek. Hát? Mert hogy én valamivel előbb voltam főiskolás, mint te. Ez előny vagy hátrány? Egyik se, de ha valamivel akarunk kezdeni, az illik az elején elkezdeni. Ja, értem, akkor most el fogod mesélni az egész életrajzodat. Nem. De tudod, mi nem vitatkozunk mindjárt az elején. Mondd el a te főiskolai. Jaj, ne, Gyuszikám, nagyon szépen kérlek, ne sértődj meg. Mi volt az alatt a Koldus operáddal? Érdekel? Hát engem nem. De azért bizonyára van egy csomó ember itt, akit érdekel. Na jó, akkor elmondom, úgy kezdődött az a vizsgálóadás 1958-ban, tehát még nem is éltek akkor, hogy belepültem a színpadra. Jaj, mutasd, hogyan? Akkor belepültem, most csak elmesélem. Akkor egy, két, hát! Hölgyek, korad, Bicska Maxi legújabb kalandja, vertrezette Berton, megzenét csinálta, Boxing.